Három ember meghal, és felmennek a menny kapujához. Be is akarnak menni, de valaki megállítja őket. Ki vagy te? Kérdezi az egyiket. Én egy híres evangélista vagyok. Sok könyvet írtam. Még televíziós szolgálatom is volt, és általam sok millió ember ismerte meg az Úr Jézust. Na ez mind szép és jó, de mondd csak, ismered az Úr Jézust? Persze, hogy ismerem, hiszen, mint már mondtam, én híres evangélista vagyok. Na és te ki vagy? Kérdezi a második embertől. Én híres pásztor vagyok. Egész megagyülekezeteket pásztoroltam a földön. Az Isten tiszteleteinket sok millió ember nézte a különféle televíziós csatornákon. Na ez valóban csodálatos, de mondd csak, ismered az Úr Jézust? Persze, hogy ismerem, hiszen én híres pásztor vagyok. Na és te ki vagy? Hangzik el a kérdés a harmadik emberhez is. Amint azt magad is látod, én egy egyszerű öreg ember vagyok. Az életem gyorsan elmúlt, és ez idő alatt nem is tudtam semmi maradandót alkotni. Nem lettem híres prédikátor, sem gazdag, hanem egy kis házikóban éltem hosszú éveken át. Sokat imádkoztam, és azon igyekeztem, hogy hűséges maradhassak az én Istenemhez. Na és ismered az Úr Jézust? Igen, Uram, ismerlek téged. Drága emberek, hogy beszél hozzánk Isten? Van, aki azt mondja, hogy hát a Biblia által. És ez igaz is, ebben van valami. Főképp, amikor az ember olvassa a Bibliát, és az Istennek a lelke megeleveníti a Biblia sorait, és áthatja az ő értelmét, az ő szívét. Teljesen biztos, hogy a Biblia által beszél hozzánk Isten. És még hogy beszél Isten? Hát, Dávid mondja, fényes nappal, éjjel és nappal, az ember az Istennek a szavát forgatja az ő szívében, azt forgatja magában, kap megértéseket, kijelentéseket, amiket megoszthat embertársaival. És nyilván így is beszélhet hozzánk Isten. Ez teljesen biztos, hogy így van, mert ugyanaz történik, mint a Biblia olvasásakor. Amikor imában vagyunk, ahogy mondta Jézus, szüntelen imádkozunk, ugye? Tehát beszél hozzánk, tanít minket lélek által, akár munka közben is, vagy a csendben, amikor egyszerűen csak elcsendesülünk és halljuk őt, vagy akár főzés közben is, akár a WC-n is, minden körülmények között beszél hozzánk. És igen, igaz, beszél hozzánk Isten így is. És másképp, hogy beszélt hozzánk Isten? Hát nézzük meg, hogy mi történt Jézussal. Ő azt mondta magáról, hogy aki engemet látott, az atyát látta. Aki engemet hallott beszélni, az atyát hallotta beszélni. Tehát Jézus által szólt Isten az emberekhez. Hát igen, de most Jézus nincs sehol. Senki nem látta őt fizikailag, ugye? De ő azt mondta, hogy veletek vagyok, nálatok is benetek lakom az idő végezetéig. Tehát aki látta az ő barátait, akikben lakik ő, és akik által megnyilvánul, még ha nem is tökéletesek, látták őt, hallották őt, hallották Jézust. Aki minket hallott, hallotta Jézust, drága emberek. És aki hallotta Jézust, hallotta Istent. Tehát aki minket hallott, hallotta, hallhatta Istent. És hozzám hogyan beszél Isten még azon kívül, hogy tanít fényes nappal, tanít a Biblia kijelentései által,
tanít éjszaka álmok által. És igen, hallgatom az udításaimat, úgy, ahogy elém hozza Istennek a lelke, mert régebb nagyon sok bizonságot hallgattam én is, és igazi öröm volt, és talán ezt így mostani nem mondtam ki, de Isten beszélt hozzám olyanok által, akik nem is tudtak arról, hogy általuk beszél hozzám Isten. Úgymond nem egyszer az Úr Jézus, ugye, mert az ő lelke van, az ő barátaiban, a Krisztus lelke. Az Úr Jézus megmosta a lábaimat az én utitársaim által, akikkel soha nem is találkoztam élőben, személyesen így. Egyszer-kétszer talán beszéltünk Skype-on, vagy telefonon, és ugyanúgy, mint ahogy én is, megosztják a bizonságaikat az interneten, a YouTube-on. És nem egyszer volt olyan, hogy elmondták az álmaikat, amit ők meg sem értettek. Ők nem kaptak egy teljes megértést az álmaikra. Miért? Azért, mert az álom nem is nekik adatott, vagyis nekik adatott, de nem értük, hanem értem. És annélkül tudták volna, mit tettek, megmosták az én lábaimat. És igen, vannak olyan új bizonságtevők, utitársak, akiket szintén nem ismerek. Testi értelemben nem találkoztam velük, még csak telefonon sem beszéltem velük, sem Skype-on. Egyszerűen csak megjelennek, bizonságot tesznek arról, hogy mit mond neki Isten. Elmondják örömmel, és akár könnyes szemekkel sírva elmondják az ő bizonságukat. És beszél hozzám Isten. Beszél hozzám az én teremtőm, drága emberek. Úgyhogy az én atyám és Krisztus, aki noha testben nincs itt, de még ez sem igaz, drága emberek. Mert ha az ő lelke, az atya és a Krisztus lelke bennünk és nálunk lakozik, akkor mi vagyunk a Krisztus teste. Mindenki a Krisztus teste, akit a Krisztusnak a lelke megmentett, akit a Krisztus lelke meglátogatott, és akihez szól a Krisztus lelke, és akik a Krisztus lelkének a szavát átengedik magukon. Szóval akkor ki szól hozzám azon személyek által, akiket a Krisztus lelke tanít és megelevenít? Hát a Krisztus szól hozzám, a Jézus maga, ugye az ő teste, hát az ő teste most már azok a személyek, akik az ő lelkét befogadták. Tehát Jézus most már azáltal is veszélyesebb a világra nézve, mint 2000 évvel ezelőtt, hogy ő most már nem csak egy testben van, hanem több testben, ugye az eklézsiában, így is mondják, vagy az egyházban, ugye, vagy a két prófétában, ez mind ugyanazt azt a fogalmat jelöli. A mennyasszonyban van az ő lelke, ugye? Akik befogadták, a mennyasszony befogadja a vőlegényt, ugye? Nász éjszakán ez történik. Ugyanilyen értelemben, vagyis ehhez hasonlóképpen, lelki értelemben, akik keresték az igazságot, és akik hallották az ő szavát, befogadták azt, ugye? És bennük lakozik. Bennük lakozik az ő lelke, és az ő lelke által szólnak. Én, hogyha nem ismerem fel az embertársam, utitársam bizonságában Krisztust és Istent, az én teremtőmet, akkor sem fogom felismerni, miután már meghaltam. És várom, hogy na most akkor hol van Isten? Hol fogom meglátni azt a hatalmas fényességet? Hogyha az ő fényességét tükör által homályosan ugyan, de ha nem látom meg az én utitársaimban, az én úgymond testvéreimben, akikkel lelki értelemben vagyunk testvérek, nem testi értelemben, akkor én Istent sosem fogom meglátni. Ha itt és most, amikor valaki
átengedi az ő értelmét, átengedi az ő szívét a Krisztus lelkének, és engedi a Krisztus lelkét megnyilvánulni. Ha az ilyen emberekben nem hallom meg Istent, akkor én soha nem fogom meghallani őt. A halálom után sem fogom meghallani őt. És nagy valószínűséggel el fogom késni a mennyek országát. Miért mondtam ezt el, ezt a rövidke bizonságot azért, drága gyermekek, hogy ne féljünk meglátni Istent, Isten jóságát, az ő lelkét, a Krisztus lelkét egymásban, nem magunkban, hanem egymásban, és mindig egymásban, mindig abban, aki által ő megjelenik és szól hozzánk. Miért? Azért, mert a mennyek országa az, hogy Isten lesz minden, mindenekben és mindenkiben. Tehát fontos hozzászokjunk ahhoz, hogy az ő lelke betölti az eget és a földet, betölt minden testet. Hát feltetőleg megdicsőült testet, nem ilyen testet, mint amiben mostan vagyunk. Tehát mindenkiben ő lesz. Ő lesz minden, mindenekben és mindenkiben. És hogyha ő lesz minden, mindenkiben és mindenekben, akkor nagyon is szükséges, hogy én már most hozzászokjak ahhoz, hogy meglássam Krisztust, akár a hajléktalanban is. Mert lehet, hogy ő csak egyszerűen csak megjelent. Az a hajléktalan nem volt ott egy órája, és nem lesz ott többé soha, ugye? És lehet azt a hajléktalant nem is látta más, csak én láttam. Csak értem jelent meg az én szemeimért, hogy letesztelje az én szememet, az én látásomat. Hogy meg fogom-e őt látni a hajléktalanban, az egyszerű emberben, az elesetben, vagy akár azokban, akik remegő ajkakkal és elcsukló hanggal bizonságot tesznek az ő jóságáról, az ő szabadításáról, az ő szeretetéről, amellyel megmentette őket. Hogyha nem ismerem fel bennük az én megváltómat, és az én teremtőmet, akkor, hogy igazából nem ők vannak bajban, hanem én. Az én szemeimmel van a baj, és igaz rám az, hogyha vak lennék, akkor nem volna bűnöm. Akkor nem volna bűnöm. De mivel, hogy azt hiszem, hogy látok, mert van két szép szemem, ezért a bűnöm megmarad. Tehát jobb volna, hogyha nem látnék, hanem egyszerűen csak úgy vakon, a szívemmel látnék is, felismerném az elesettekben, az egyszerűekben, a tiszta szívűekben, a megtört szívűekben, akikhez közel van Isten országa, felismerné bennük az én teremtőmet és az én megváltómat. Teljes szívemből kívánom, hogy akik ezt hallgatják és meg is hallhatják, egyre gyakrabban felismerjék a mindenható Istent, és akit ő elküldött, a Jézus Krisztust, az ő embertársaikban, utitársaikban, azokban, akik ajkai által, akik élete által, akik cselekedetei által ő megnyilvánul az idő végezetéig. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!